igen csak fordulatosra sikerült ez az idényzáró, de megszereztük a győzelmet. Én nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszerezni, hiszen az első három, vagy a múlt három fordulójában nem úgy sikerültek a mérkőzések, ahogy szerettük volna, eldöntöttük hamar a bajnokságot, és azt gondolom, hogy ha nem is lehet mondani a srácok, hogy nem voltunk elő motiváltak, azért meg volt a motiváltság, hiszen a múlt héten is az első fél időben én azt gondolom, nagyon jól játszott a csapat. A második fél időben nem tudtuk érvényesíteni azt a játékot, ami jellemző volt ránk, de azt gondolom, hogy hosszú volt a szezon, és nagy nyomás alatt voltak a játékosok. Ennek tudható az be, hogy egy picit ebben az utolsó négy fordulóban megnyugodtak, és nem olyan eredményesek tudtunk lenni, mint az előtt, de azt gondolom, hogy nem szabad bánkodni, hiszen megnyerte a csapat a bajnokságot, újra az első osztályban van, és azért ma is meg tudta fordítani úgy a mérkőzést, hogy igazából a Budaörsnek helyzete nem volt. Mi alakítottunk ki azokat a helyzeteket, amiből gólt tudtak rúgni, de még egyszer mondom, vannak olyan játékosok, akik kevesebbet játszottak és szerephez juttak, vannak olyan játékosok, akik sérülésből jöttek vissza. Ezekben mind benne van a hiba. Sajnos bajnoki mérkőzésen könyörtelenül kihasználja az ellenfél a lehetőséget, amit adunk nekik. Remélem, hogy ez a következő bajnokságban nem így lesz, de viszont annak nagyon-nagyon örülök, hogy a Polonkai Attila példamutatóan a csapat húzó embere volt ma, és ez nekem azt gondolom, hogy ilyen játékosokra van szükség, aki átérzi a Puskás Akadémiának a múltját, a jövőjét, hiszen az, ahogy futballozott, azzal az alázattal, azzal az odaadással, ez felemelő és kimagasló teljesítmény volt, úgyhogy gratulálok az Attilának, Polonkai Attilának. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre is itt lesz velünk, hiszen még egyszer mondom, ebben a korban, szegényt ebben a fél szezonban is voltak olyan sérülései, illetve amikor idejöttünk, mondtam neki, hogy Attila, fogsz még nálunk játszani NB1-ben. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerül. Nekem is, hogy a csapatot, amit megígértem, célt el tudtuk érni, és annak is, hogy az Attilának, amit ígértem, be fogunk tudni tartani. Attila, gratulálunk a bajnoki címhez, és ahhoz is, hogy a mester igencsak megdicsért ezután a mérkőzés után. Hát nagyon szépen köszönöm, először is az egész csapatnak gratulálok az egész éves teljesítményéhez, plusz az egész vezetőségnek és mindenki, akinek sikere volt, illetve nagyon fontos munkája volt abban, hogy ezt a sikert elérjük. Ez egy igazi csapatmunka volt, értve az egész klub összes dolgozójára, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és bízom benne, hogy jövőre az NB1-ben is ugyanitt tudjuk folytatni a produkciót. Már másodszor jutottál föl az NB2-ből az NB1-be. Milyen volt ez az érzés? Mennyire volt más, mint az előző? Hát ugye minden bajnoki cím egy nagyszerű érzés, úgyhogy nem is szeretném összehasonlítani. Tehát borzasztóan jó érzés, hogy ismét NB1-es klub lett a Puskás Akadémia. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a munka ugyanígy folytatódik, és még szebb eredményeket tudunk elérni együtt.